Sziasztok, köszöntelek benneteket! Meg sem lepődünk azon, hogy az előttünk álló éjszaka is záporok, illetve zivatarok érkeznek hozzánk, hiszen már az elmúlt napokban is az éjszakai időszak volt az aktívabb. Mostanában, mintha az időjárás az éjszakai műszakot kedvelné jobban. Az előttünk álló éjszaka tehát többfelé számíthatunk majd konvektív csapadék kialakulására, hétfőn azonban a zivatarok lecsengenek, és napközben már ismét naposabb időjárásra számíthatunk, viszont nagyobb hőmérsékleti kontraszt alakul ki hazánk északnyugati és tiszántúli régiói között. Az előttünk álló éjszaka tehát, ahogy említettem, összefüggő felhőzettel érkezik majd egy csapadékrendszer, amely elsősorban a dunántúli tájakon okozhat majd csapadékot, az északkeleti-keleti területeken viszont kevesebb lesz a felhőzet is, és csapadékra is kisebb lesz az esély. Ebből kifolyólag tehát az előttünk álló éjszaka elsősorban a dunántúli területeken lesz aktívabb, ezeken a régiókban számíthatunk majd az intenzívebb záporok és a felhőszakadás kialakulására, akár jelentősebb csapadék is lezúdulhat majd rövidebb idő alatt a nyugati dunántúli területeken, emiatt érdemes lehet követni majd a veszélyjelzés oldalunkat, és esetleg, ha érdekel benneteket, Facebook oldalunkon is megosztottunk egy posztot az előttünk álló éjszaka időjárásával kapcsolatosan. Ahogy említettem, a keleti tájakon csapadékra tulajdonképpen nagyon nem kell számítani, inkább csak gyengén fátyol felhős időre készülhetünk majd azokon a tájakon. Összességében 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, azonban a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti tájakon ettől hűvösebb is lehet, ott akár 10 fokig is süllyedhet majd a levegő hőmérséklete. Holnap aztán a délelőtti órákban szépen lassacskán lecseng majd az ivatar tevékenység a nyugati területeken, viszont a nap további részében ez az összefüggő felhőzet, ahogy haladna kelet felé, már fokozatosan szakadozni és vékonyodni fog, tehát mire a keleti ország részbe ér, igazából már egy szakadozott, elvékonyodott felhőréteg kerül a keleti területek fölé. A nap további részében általában napos időjárás lesz a jellemző, és igazából az összefüggő felhőzet elvonulása után gomoly felhők kialakulhatnak, viszont csapadékra már kevésbé kell számítani, és a egyes területeken még a magas szintű felhőzet szűrheti majd a napsütést, a hőmérséklet pedig általában 27 és 31 fok között várható, viszont hazánk északnyugati területein, ahol tovább tart majd ki a csapadék, hiszen ott még a délelőtti órákban az előfordulhat, ott akár csak 23-24 fokig melegszik majd a levegő hőmérséklete. Az ezt követő időszakban még változékony időjárásra számíthatunk, kedden egy hidegfront éri el hazánk területét, ez viszont ismét csak a dunántúli tájaknak kedvez majd a csapadék szempontjából. Szerdán ez a hidegfront lelassít felettünk, de még mindig nagyobb részt az ország középső és dunántúli tájai kapnak majd a csapadékból. Csütörtökön viszont már megnyílik a reménysugár a tiszántúli régióknak is, hiszen akkortól már azon a területen is nagyobb eséllyel alakulhat majd ki a csapadék. A hőmérséklet a sok évi átlagnak megfelelően alakul majd a következő időszakban, és az éjszakák is egyre kevésbé lesznek majd hűsítőek. Én ezzel szeretném megköszönni a figyelmeteket, ha tetszett az előrejelzés, kövessetek bennünket a felsorolt elérhetőségeken, és tartsatok velünk holnap is, kellemes pünkösdi időtöltést kívánok, sziasztok!